Samuel első könyve, 15. rész, háború Amálék ellen. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak, engem küldött az úr, hogy felkenjelek népe Izrael királyává. Most azért hallgass az úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura, számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálékot, és írts ki mindent, amie van. Ne mélt, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, a marhákat és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és számba vette Teláimban kétszázezer gyalogost és tízezer embert Júdából. Amikor Saul eljutott Amálék városáig, lesbeállt a folyóvölgyben. De a kénieknek ezt üzente Saul. Menjetek el innen, távozzatok el az amálékiak közül, hogy ki ne írtsalak velük együtt titeket is, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálékiak közül. Saul pedig vágta amálékot Havilától egészen a súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és a hadinép azonban megkímélte agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot írtották ki. Saul engedetlensége és büntetése Akkor így szólt az úr igéje Sámuelhez megbántam, hogy királyát tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit megparancsoltam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal. De ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Karmelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, továbbment, és lement Gilgálba amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az úr áldottja vagy te. Teljesítettem, amit megparancsolt az úr. Sámuel azonban megkérdezte. Akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte. Az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a juhok és a marhák legjavát, hogy Istenednek az úrnak áldozza, de a többit kiirtottuk akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Hallgas, hadd mondjam el neked, mit mondott nekem ma éjjel az úr. Saul így felelt. Beszélj. Sámuel ezt mondta. Milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Felkent téged Izrael királyává az úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az úr, menj és írst ki a vétkes amálékiakat, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük, miért nem hallgattál az úr szavára? Miért vetetted magad a zsákmányra, és miért követtél el olyat, amit rossznak lát az úr? Saul ezt felelte Sámuelnek. Hiszen hallgattam én az úr szavára, és végrehajtottam azt a megbízatást, amelyre elküldött az úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát, az Amálékiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák legjavát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgálban. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. De megvetetted az úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Saul így felelt Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszektem az úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal védkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak. Nem megyek vissza veled, mert megvetetted az úr igéjét, az úr pedig elvetett téged, és nem maradsz tovább Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült, de Saul megragadta a köpenye szélét, úgy, hogy az leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel, így szakítja el tőled az úra mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem emberő, hogy bármit is megbánjon. Ő pedig ezt mondta, Védkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem vénei és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Azután ezt mondta Sámuel, hozzátok elém Agágot, a Amálék királyát. Agág odament hozzá bilincsbe verve, és azt gondolta Agág, bizonyára elkerült a keserű halál. De Sámuel így szólt, ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a kardod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között, és felkoncolta Sámuel agágot az úr előtt gilgában. Ezután elment Sámuel rámába, Saul pedig hazament Saul gibeájába. Sámuel nem is látta többé Sault holt napjáig, de bánkódott Sámuel Saul miatt, mivel megbánta az úr, hogy Sault Izrael királyává tette.